it's nothing new, but it's so good to see you. Sziasztok! Üdv ismét itt az Alma Papi. Ma egy nagyon klassz könyvet hoztam nektek, ez pedig az Ikigai kiskönyve, az örömteli élet titka, és ezzel kapcsolatban, illetve ennek az apropóján jutott eszembe az, hogy vajon jó-e, hogyha hosszú ideig élünk, nektek, ti megtaláltátok-e már az ikigájotokat, és hogy érdemes ezt keresni. Szóval ilyesmi, egy kicsit ilyen elmélkedős este lesz ez most. Tartsatok velem! Amúgy nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy múltkor volt, tehát az elmúlt alkalommal volt először az, hogy használtam ezt a mikrofont, és hát szerintem elég jól bevált, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most is használni fogom. Most egy ilyen színes felső van rajtam, tehát nem kell, hogy így mögé tegyem, amúgy itt mögé kell, hogy tegyem ezt a madzagot, de most nincs mögött ez a madzag, és így is teljesen jó. Remélem, hogy most is fog funkcionálni. Na de mi is az az ikigai? Hát az ikigai az egy gondolkodásmód, amit a japánoknak a gondolkodásmódja, pontosabban nem csak a japánoknak a gondolkodásmódja, de ez a kifejezés az onnan ered, és ez tulajdonképpen azt akarja, hogy hát mi az az életszemlélet, amivel képesek vagyunk, akár képesek vagyunk hosszú ideig is, tehát az átlagnál jóval hosszabb ideig is élni. Igazából azt tudni kell, hogy van számos olyan hely a világon, ami úgynevezett Blue Zone-nak hívnak, ahol ugye az átlagos élettartam az jóval meghaladja, tehát illetve hát az olyan 100 év körül van, és a nőknél és a férfiaknál egyaránt, és ebből az egyik nagyon híres ilyen hely, az Japán, egy japán szigetcsoport, az Okinawa szigetcsoport, és az ott élő embereknek az átlag életkora meghaladja a 100 évet. De ugyanígy vannak más ilyen helyszínek is a Földön, például Szicíliában, például Közép-Amerika, Észak-Amerika déli részén, szóval vannak más ilyen úgynevezett Blue Zone helyek is, ahol bizonyos, azon belül is bizonyos szeparált, földrajzilag szeparált térségben olyan lakóközösségek vannak, ahol bizony sok-sok idős ember él, és megérik a 100 évet is. Na de, amíg a várható átlagos élettartam ezeken a Blue Zone területeken elér, illetve meghaladja a 100 évet, addig nézzük, hogy Európában mennyi az átlagos várható élettartam. Mennyi volt 2019-ben? A nők esetében ez 77,8 év volt, a férfiaknál 70,8 év. Ezen belül Magyarországon a nőknél 79,33 év, a férfiaknál 72,86 év. Ez valamivel több, mint az európai átlag. Na most, de hát még mindig messze nem ugye 100 év. Szeretnénk 100 évig élni egyébként, tehát mondjuk nyilván ez átlag, hogyha átlagot nézünk, akkor azért abban benne van az, hogy valaki 95 évig él, vagy 96 évig, mint az én nagyon kedves nagymamám, és ő sokáig élt, és illetve van, aki hát meg hamarabb elmegy bizonyos betegségek miatt, stb. Tehát ugye ez egy átlag. Na most a kérdés az ugye úgy merül fel inkább, hogy ha egészségesek vagyunk, és nincsen valamilyen nyavajánk, akkor vajon akkor is szeretnénk-e legalább 100 évig élni? Egyébként én azt figyeltem meg, hogy az ember ilyen lételméleti kérdésekkel akkor kezd el intenzívebben foglalkozni, amikor valamennyire hiányzik a harmónia az életéből. Tehát akkor úgy érezzük, hogy nincs harmónia, valami nincs a helyén, valami nincs rendjén az életünkben, akkor kezdünk el filozofálni, mondjuk leegyszerűsítve fogalmazzak, vagy bármilyen ilyen, nem tudom, életvezetési, lételméleti, stb. Kérdésekkel foglalkozni, és azt vizsgálni, hogy vajon, és végülis minden tulajdonképpen ide fut ki, hogy én
miért nem vagyok boldog? Tehát, hogy én, nekem miért nem megy? Nekem miért nem működik? Ugye? Most, hogyha ebből indulunk ki, akkor, akkor igazából azt lehet mondani, hogy, tehát, hogy ti akartok 100 évig élni? Hát persze. Tehát akkor akarunk 100 évig élni, legalább, vagy még tovább, ha lehet, hogyha minden rendben van az életünkben. Hogyha egy olyan életünk van, amit szeretnénk addig folytatni, és addig kihúzni, ameddig csak lehet. Ha viszont nincs ilyen életünk, akkor, nem feltétlenül gondolkodunk azon, hogy sokáig éljünk, hanem azon gondolkodunk inkább, hogy ha egyetlen gondolkodunk ilyesmin, hogy, azt a minimumot megteremtsük magunknak, amivel fenntarthatjuk a létünket, az életünket, amivel megteremthetjük azt a minimumot, amivel kihúzzuk, amíg még ugye itt vagyunk a Földön. Most ami ezekben a, tehát ami az ikigájnak a lényege, az az tulajdonképpen, hogy, azok az emberek, akik általában ugye Japánban, Okinawa szigetén, szigetcsoporton elélnek legalább 100 évig. Őnekik egy olyan életük van, amit ők szeretnek élni. Tehát valahogy nem csak arról van szó, hogy, tehát, hogy egészségesen élnek olyan az életmódjuk testileg, hanem lelkileg is megvan az a muníció, ami lehetővé teszi azt, hogy ők akarjanak élni. Ugye azt mondják, hogy az ikigájnak a 4 feltétele az az, hogy, tehát, hogy ennek kell teljesülni ahhoz, hogy az ikigájt, azt megéld. Az pedig az, hogy ugye olyan tevékenységet űzz, amit szeretsz csinálni, ehhez értsél, erre szüksége legyen a világnak, és ebből meg tud teremteni a megélhetésedet. Tehát ha ez a 4 dolog találkozik, akkor megtaláltad az ikigájodat. Tehát magyarul még egyszer, ugye? Amit csinálsz, azt szereted csinálni. Ezt megfizetik neked, ezzel jót teszel a világnak, és értesz is ahhoz, amit csinálsz. Na most, hogyha ez a 4 dolog ez a 4 feltétel teljesül, akkor te megtaláltad az ikigájodat, és akkor minden lehetőséged megvan arra, hogy te sokáig élj. Erre mondják azt, hogy, igazából szükséges, de persze nem feltétlenül elégséges feltétele a hosszú életnek. De minden esetre egyike a hosszú élet titkainak. Amikor azt a kérdést feltesszük magunknak, hogy akkor nekem megvan-e már az ikigájom, illetve mondjuk azt tudik, hogy mindenkinek van ikigája, de nem mindenki találta még meg az ikigáját, legalábbis ezt mondják az okosak. Tehát igazából mielőtt elkezdjük elemezni ezt a bizonyos ábrát itt, ugye, és elkezdjük veszettül, mint ahogy a teszteket szoktuk kitölteni, ilyen személyiségfejlesztő és egyéb ilyen olyan teszteket, tehát ilyen elemző cuccokat, hogy na most akkor nekem ebből mi van meg, és mi nincs meg, és húha, és jajajaj. Ezt megtehetjük, és én is megnéztem, és hát arra következésre jutottam, hogy hát én még nem találtam meg az ikigájomat. Mindegy, majd ebben, ha érdekel, akkor belemehetünk később. Igazából kezdjük kicsiben, tehát mint ahogy ez is egyébként az ikigájnak, meg a japán életszemléletnek a része, hogy kicsiben kezdjük. Tehát mielőtt nagyon belemennék ezekbe a strukturális elemzésekbe, szerintem mindenki tegye fel a kérdést leginkább magának azt a kérdést tegye fel magának, hogy melyek a legfontosabb érzelmi értékei az életében. Mi az, amire mindig támaszkodni tud, amihez nyúlik. Illetve melyek azok az apróságok, amelyek örömet szereznek nekünk. Az egész ikigáj szemlélet abból indul ki, hogy azt az óriási kérdést teszi fel, hogy miért is kelek fel reggelente. Tehát ugye túl azon, hogy nem tudok tovább aludni, mint x óra, ugye? Hanem van-e értelme annak, hogy én felkelek? Van-e célom azzal az adott nappal? Hogy azért valahogy a tudatunk mélyén ott legyen, hogy fel akarok kelni, hogy egy újabb napot el akarok indítani az életemben, hogy szeretném látni, igenis kíváncsi vagyok rá, hogy ez a nap mit hozhat, hogy hozhat-e valami újat, vagy
vagy hogy ugyanazt, ha ugyanazt hozza, mint tegnap, meg tegnap előtt, akkor vajon felfedezek-e benne valami újat? Felfedezek-e benne valami mást is? Vagy amiben mondjuk egy hete nem leltem örömömet, abban most megtalálom-e azt a szikrát, ami esetleg lehetőséget ad arra, hogy holnap-holnap után már élvezni tudjam azt az adott dolgot. Szóval miért kelünk fel reggel? Van-e értelme annak, hogy felkelünk? Van-e értelme annak, hogy annak a napnak neki kezdünk? Igazából, hogy azt mondják, hogy ha valakinek jelen van az ikigája az életében, tehát az ember az sikeres is egyúttal, az meg tudja tapasztalni a boldogságot is. És ez egy olyan fenntartható életet tud magának biztosítani, amivel nem fog nélkülözni soha. Tehát ez nagyon érdekes dolog, mert ugye nem arról szól ez, hogy amit szeretnék az életben, az a siker, a boldogság, a gazdagság, a hatalom, hanem nem ebből indulunk ki, hogy ez a célunk, hogy ezt megteremtsük, hanem abból, hogy megtaláljuk ezt a bizonyos ikigájt, amit nagyon nehéz egyébként tényleg lefordítani így magyarra, hogy az örömteli élet kulcsa, vagy nem is tudom, mi ez igazából, tehát az ikigáj, maradjunk ebben. Tehát, hogyha ezt sikerül elérned, akkor előbb-utóbb ezek az egyéb dolgok, tehát amikre mindenki vágyik, hogy boldogság, siker, gazdagság, stb. Hosszú élet, ezek, tehát ez jön magától. Hogyha képesek vagyunk elérni az úgynevezett flow állapotát, ahogy ugye, amint azt Csíkszentmihályi meghatározta, akkor ugye a mindennapi apró munkák, az apró dolgok is örömet tudnak nekünk szerezni, és igazából nincsen szükségünk a külvilágnak az elismerésére és visszacsatolására ahhoz, hogy ezekben a mindennapi tevékenységekben mi örömet leljünk. A flow állapotnak az eléréséhez szükségünk van az énnek az elengedésére. Tehát az én az mindig ugye azt akarja, hogy a külvilág elismerje őt, hogy valamilyen okból csinál dolgokat, másnak csinál dolgokat, vagy akár magának csinál dolgokat azért, hogy aztán később valamilyen jutalomban részesüljön. De a flow állapot az feltételez valamiféle önfeledtséget is. Tehát az, hogy ezt az önös érdeket, ezt az ént, ezt elfelejtjük, pontosabban a tevékenység során elfelejtődik, és ezáltal egy ilyen önfelett állapotba kerülünk. Tehát itt is például a flow állapotnál, meg az önfeledtség elérésénél is megszabadulunk valamitől. A megszabadulás azért az egy kulcskifejezés az ikigáj elérésében. A megszabadulás itt jelen esetben attól az éntől, és attól azoktól az önös céloktól, például az elismerés meg a siker jelent, ettől szabadulunk meg. De ugyanakkor megszabadulást jelent az ikigáj attól is, hogy állandóan azon agyalunk, hogy mi lesz a jövőben, hogy mit hoz a jövő, mi lesz majd, tényleg elérjük-e a 100 évet, vagy nem, vagy csak 89 éves korunkig fogunk élni, de az is lehet, hogy már holnap meghalunk, szóval mindegy. Tehát, hogy nem foglalkozunk állandóan azzal, hogy mit hoz a jövő számunkra, mert hiszen az ugye az nem a jelen, tehát az még nem valóság. A múlttal sem foglalkozunk ugyanúgy. Ugye a magyaroknak van egy ilyen nagyon, nem csak a magyaroknak persze, de a magyaroknak szerintem eléggé. Van egy olyan nagyon rossz szokásuk, hogy állandóan a múltban merengenek, és a múltban vannak leragadva. Tehát, hogy igazából állandóan azon megy a siránkozás, hogy mi történt korábban, és ebből nagyon-nagyon nehezen tudunk szabadulni. Nagyon-nagyon könnyű azt mondani, hogy éljünk a jelenben, ezt tudom. Tehát meg hát mindenhonnan a csapból is ez folyik, hogy élj a jelenben, és akkor boldog leszel. Nehéz a jelenben élni, hogyha a múlt nyomasztó, és hogyha a közelmúlt is nyomasztó, hogyha a közelmúlt is már majdnem jelen, és a jelenünket is áthatja, és azt is tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, mert ugye a jövőnkre is kihat ez. De akkor is meg kell próbálnunk elengedni azt, hogy az agyunkban állandóan azon dolgozzunk, hogy a múlt
az mennyiben befolyásolja a jelenünket, és a jelenünk mennyiben fog kihatni a jövőnkre. A másik, ami az ikigájnak a lényege, és az egyik oszlopa, ez a kicsiben kezdés. Tehát az, hogy na ebben sem vagyunk, mi európaiak, de magyarok sem vagyunk ebben túlságosan jók, abban, hogy a dolgokat tudjuk kicsiben kezdeni. Tehát vagy azt csináljuk, hogy azonnal belecsapunk a közepébe, és azonnal rohadtul meg akarunk gazdagodni, és azonnal abban az adott dologban a legjobbak akarunk lenni, mert különben nem vagyunk sikeresek, és különben megette a fenn az egészet, azonnal szeretnénk végrehajtani a nagy tetteket, miközben mindennek időt kell adni. Tehát minden olyan dolog, egy vállalkozásnak a kezdése, stb. Ezek mind kicsiben kezdődnek. Tehát először is be kell fektetni, tehát ez meg a másik, hogy ugye ingyen semmi nem jön. Tehát ezt azért meg kell tanulni, és szintén nagyon magyar sajátosság szerintem, de hát szóljatok, hogyha tévedek, hogy azt várjuk, hogy nekünk majd az ölünkbe rakják a dolgokat, és akkor majd minden így elénk kerül valahogy. Tehát nem, ez nem így van, senki nem fog, a kutya nem fog nekünk segíteni, oké? Tehát senki. Szóval el kell kezdeni nulláról a dolgokat felépíteni, kis lépésekben kell, és nem kell marha nagy célokat kitűzni, élvezd, amit csinálsz. Ez a lényeg, hogy lépésről lépésre az ember haladjon az útján, a vállalkozásával, magánéletében, hobbiával, bármivel, és bizony lehet, hogy hosszú-hosszú évekbe fog telni az, hogy abból valami előbb-utóbb kikerekedjen, de már magát a munka folyamatot, a felépítésnek a folyamatát is élvezni kell tudni, mert különben nem lesz belőle siker, nem lesz belőle nagy dolog, és nem lesz belőle sok pénz. Ez a helyzet. Tehát mi itt a lényeg? Nem szabad azt akarni, hogy gyorsan sokat kasszáljunk. Meg kell próbálni megelégedni a kicsivel is, és bizony dolgozni, ha kell sziszifuszi módon azon, amit szeretünk. Ez nagyon nem európai, nagyon nem egy nyugati érték, ezt tudom. De igazából valójában ez az életszemlélet kell ahhoz, hogy az ikigájt azt el tudjuk érni, vagy az ikigájt azt tetten tudjuk érni magunkban. Hát én az én életemben úgy érzem, hogy ez még nincsen jelen, és azt is tudom, hogy mi az, ami hiányzik belőle. Dolgozom azon, hogy ezt elérjem, nyilván nem úgy, hogy vérrel verejtékkel is megszakadok, mert ugye ez megint csak nem az ikigájnak a sajátossága. Élem az életem, hogy tudom, csinálom, amit szeretek csinálni, és meglátjuk. És hát végül tulajdonképpen az utolsó mondat ennek a könyvnek, mert gondoltam, keresek egy mondatot, amit akkor így kiragadhatok, és akkor amivel zárhatom ezt az egész videót, de aztán tulajdonképpen a legutolsó mondatot találtam meg, ami szerintem tök jó. Ez pedig ez, hogy mivel az ikigáj csupán megerősíti a már meglévő ösztönös megérzéseinket, a változás fokozatos lesz és szerény, mint maga az élet. Hát kíváncsi vagyok a véleményetekre megint, hogy ti erről mit gondoltok, meg hogy élitek ezt meg. És írjátok le kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, és még szeretnétek más hasonló beszélgetést is velem, vagy nem is tudom, tehát ilyen videókat a jövőben, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és adjatok egy lájkot erre a videóra. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Sziasztok!